era. Gyere, Édim! Szia! Milyen a klíma? Vagy mi a ló? Bocsánat. Tessék, ezt terítsd magadra. Hú, nem, mert fáj a bőröm. Nem tudom most bekötni magam, meg fáj a bőröm, nem tudom mitől. Nyuszikám, kösd be magad. De édesem... Azért, mert hogy leégtél valószínűleg. Nem égtem, hát nem is vagyok barna, csak szegény vagyok. Csak tudom, Dili vagy kicsém. Remélem, nem kaptál napszínű. Nem tudom, mert elég furcsa, egy kicsit remegős vagyok. Meg piros is a kis alsz. Hát az igen, mert leégtem, de szemét nem lehet csinálni kicsikém, hogy a jéggel leöntesz kincsen. Jó, bocsánat. Hát bocsánat, oké, de most meg tök szó vagyok. Most nekem volt egy ilyen hülye gondolatmenet. Hát az egyik hülye gondolatmenetet, ez át kellett volna gondolni, mondjuk édesem, hogy mit csinált. Tudom, na, de most mit mondjak, hogy jó van? Á, haragszom. Az egy szerencséje van, és nem több, hogy szerelmes vagyok Zsuzsikába, különben biztos, hogy a haját lerángattam volna. Remélem, hogy nem lesz. Nem tudom, mert elég furcsán érzem magam, és hány ingerem is van. Nem tudom, miért. Nagyon remélem, hogy nem jöttem semmi. Ilyenkor ő olyan, mint egy kisgyerek, őt egy kicsit pácsolgatni kell, most én nyalizok neki, majd megpróbálom kiengesztelni, de hál' Istennek ez gyorsan szokott menni. Hazamegyünk, csinálok neked valami finomat, jó? Nem, Isten megy, nem akarok enni. Egy kis teát, vagy valami. Nem tudom. Igen, teát innék, meg közben meg hideget is kívánok egyszerre. Jó, Istenem. Jó, van már, de nem mondogass már az Istenemet, majd mindjárt elmúlik kicsikém. Hát jó, csak féltelek, hogy valami bajod. Hát több, lehet, hogy kis napszúrás kaptam, már volt ilyen idén egyszer-kétszer. Jó ég az arcom. Bemenjünk az ügyeletre? Milyen ügyeleted? Nem, áll, édesem. Milyen, hát miért, dehogy nem, hát hogyha olyan rosszul vagy. Ó, napszúrás az elmúlik pillanatok alatt. Hát de hát, ha valamit mondanak. És mit mondok? Kalcium mondjuk, de hogy nem jó. Dehogy is, kicsim, de azt hiszem, most kaptam érdemet. Igen, sok vizet. Vagy... Hagyja, ne vigyél már a sírba, kérlek már. Nem komolyan. Viszlek de már a sírba viszel engem, hát szó de szerint. Viszlek. De édesem, ez egy kis napszúrás kaptam a te hülyeséged miatt, inkább magadra legyél mérges, de engem ne akarjál már ügyeletre vinni, persze. Majd mindjárt, hogyne. Ne viccelj már. Semmi, egy kicsit napszúrás kaptam, haza még közt kipihennem, ennyi. Igen? Igen. Biztos, mert már volt ilyen szédülök, meg hány ingerem van, meg fázok közben, meg melegem van, ez ilyen nagy abszúrásszerű dolog. Jó. Na, de elmúlik, ez kész. Na, mi van, Nyuszi, hol vagy? Jobb azért most, hogy megjöttünk? Mi? Jobb így, hogy megjöttünk? Mitől ne jobb most, hogy megjöttünk? De Léci, ne, most ne fusztrálj, kérlek. Serülgél, forogjál kicsit. De mit kérsz? Kutyusoddal, foglalkozni. De úgy sajnállak, szívem. Ne sajnálj már, nem vagyok ennyi macska, ázott holló. Nem, de miattam van, mert én akartam annyira. De ezen már túl vagyunk. Oké, szó vagyok, ennyi. Nem, ne nyúlj a bőröm, ez már nagyon fáj, nagyon. Hozzak egy kis testápolót. De hogy kell engem testápoló? Volt már napszúrásom, és tudom, hogy ez az. Ez egy kisebbik fázisába estem bele. Lehet az én hibámból, mert elég az ember, hogy 5 percre kifekszik, és tényleg az pillanatok alatt elkapja a nap. Nem kell leégnie sem. Találtam valamit. Ne, még ne találj ki még semmit, kérlek, szívem, ne találj még ki semmit. Még ne, jó? Még ne. Tudod mit, szívecském, ha megkértek? Van ilyen vitamin, vagy víz, vagy valami, mit tudom én, valamilyen vitamint adja, gyümölcs, vagy jó. Valami ilyesmit, vagy úgy jó. Érzem, hogy valami kálcium, vagy valami hiányzik a szervezetemből. Jó, keresek, paradicsom. De most tényleg rohadtul hány ingerem van, nem? Elhiszem. És melegem is van, úgy felforrosodott a fejem, hogy megdöglök. Elkezdtem tényleg szarul lenni, éreztem, hogy valami nem kóser, tehát itt valami nem kerek, és így azt mondtam, hogy most a Zsuzsikában is egy kicsit így elég, ugye az is úgy éreztem, hogy most egyedül kell lennem. Nem hiszem, már ennyire, ez már komolyan mondom, ez korrá, klimax, ez már klimax, hogy ennyire nem bírom a napot. Hát szóval ne zajunk már, mert már ez is zavar, kajon légy szíves. Ott van ott hamisjeget, keresel? Igen, jeget. Ott van egy sima hűtőben, nem a műhelyhűtő. Nem, mert kivettem a borsót, és nem találom meg. Úristen, szétrobban a fejem. Jobb, ebből a zajtól. Mi ez? Vitaminos. Rám ne tedd. Nehogy rá tedd, hívos hirtelen. De jól fog tenni, mert vörös a nyakad hátul. Nem tedd rám, majd én magamnak jön. Nagyon rossz érzés. Rondom el, de egy rájössz. Azt nem tudja, hogy akkor lenne igazán a fagyasztott borsónak értelme, ha kivenni az acskóból a fagyasztott borsót. Mert akkor abban a borsóban lehet, hogy vannak valami vitaminok, gondolom, és akkor úgy borogatni, nem pedig az acskót. De amúgy ezt tegnap direkt megkértelek, hogy zöld babot hozzál, erre borsót hoztál. Rá ne nyakamra, mert szibat kapok, fáj, érted? Jó, na segíteni szeretném. Na, én ne csináld, nem, ami eddig te segítettél, az nem igazán jött be. Csinálj valami olyat, ami értelmes, jó? Miért kell elő? Istenem, nem igaz, hogy csak egy kis csöndet kérek és egy kis nyugalmat, komolyan. Már tudom, hogy mi lesz a jó. Úristen, mit csinálsz, te jó ég?
Mit művelsz? Jót csinálok, Mikkel. Jót csinálok. Én bele nem teszem a lábam abba. Akkor a fejed tud vele. Nem, kicsi, nekem ez jó a gyere ide szépen. Undorító a jég, hányok tőle, hideg, kúj, nem bírom. Tapasztalatból tudom, mert velem is már sajnos fordult elő, hogy napszúrást kaptam. Ezekre a hideg borogatás, a jég, a pihenés, a sötét szoba megoldást nyújthat, úgyhogy próbálom ezt megteremteni Krisztiának. Az új kanapéra rohadtul vigyázzál. Ja, hogy a kanapéra, köszi, hogy engem meg tönkre vágtál. Abba tedd bele egy kicsit a lábad, úgy. De ebbe vizet is kéne tenni, nem csak nem, így. Nem, így. Nem, ebbe vizet egy picit is. Így tapicskáld. Kérlek, egy picit szedd már össze, hogy hagyjál engem békén, mert csak mód, olyan vagy már megint, mint egy kis ízét. Nehogy már a kanapéra tett, hogy vízfoltos legyen. Adott komolyan mondani, inkább neked jár, így mindjárt téged foglak jégbe folytani. Rakjál bele vizet, így nem lehet bele rakjál. Izé, fájni fog, lemarja a bőrt a lábamról a jég. Gyere, tündér, te is, mondd meg neki. Mondd meg neki, hogy mi jót akarunk. Nem, de jól vagyok egyébként, csak fáj a fejem is kicsit. Nem tudom, azt hadd nézzük, tudod, nincs lázad. Te mindent tudsz. Nincs lázad, hál' Istennek. Nincs, ez nem láz, ez nem azt jelenti. A napszúrás belül ég a bőröm, a gyomrom. Igen, de az lázad hány ingerrel, hányással is jár. Jó van már, doktor. Te nem harcoljál, maradjál már csak. Sofi! Hagyjál békén, te az adjam neked is. Vagy, nagyon okos baba vagy. Hagyjad csak engem békén. Jó. Kivinned a kutyát és elmenni egy picit, vagy engem nyugodtan ilyen. De hagyom. Nehogy összebúzzasz valami. Hát én nem tudom beletenni. Igen. Igen. Sofi! Mondd meg rám! Én nem tudom beletenni, hülye vagy el. Nem! Mit nem? Asszony. Ezt miért nem tudod? Ó, de jó. Ha, hopp, csinál, látszik, hogy füled így egyből. De nagyon fáj ez! Hülye vagy! Igen! Sofi! Elég! Gyere életem! Ez Tica, én ezt nem bírom. Úristen, mint hogyha 100 kés ment volna a lábam. Ez egy hülyeség is, még rosszabbul is lettem kajakra. Tényleg hülyeség. Várjál, hozok töröl között. Ez egy baromság volt, igazad van. Rohadtul fáj, most meg megfájt a talpam is, de jó, szuper. De akkor legalább már nem fáj a fejed. Tettőtől talpig fáj, mindenem. Tokától bokáig elintézte asszony. Igazából a Zsuzsika maga okozta a rosszul ételt, tehát kezdtem k***ra kilenni tőle, és most már az van, hogy most már fejjel mentem a falnak tőle. Összeakadtak a pilláim. Na akkor... Várjál már, Cica, mert nem látok. De nem vagyok ám jó, tényleg basszus. Ezt én se, összeakadtak a pilláim. Mit ezt innen kicsim? Itt van. Ebből csinálj most meg, jó finom levest. Új öndali. Ebből most egy f***a levest kell csinálni. Szofi! De jó, hogy így, itt viszont jól esik. Az előbb benne volt a gombilábi. A tiéd maximum.